Április közepe van, ez itt a Bergénia cordifólia, vagy Bergénia crassifólia, ugye több változat, több fajta ismert. Igazából egy nagyon kedvelt, az elmúlt évtizedekben igazából 89-es rendszerváltozás előtt is egy nagyon ismert, tipikus növényünk volt, évelő növényünk, amely társasházi kertekben, temetőkben, rengeteg helyen fellelhető volt. Tulajdonképpen történet úgy kezdődik, hogy valaki kap egy tövet, vagy pedig ültet egyet, és akkor nagyon szépen ilyen telepeket tud alkotni. Utána itt lényegében egy ilyen átölelni való mennyiség van, egy-másfél négyzetméter, és ezekkel a rózsaszín virágaival, virágzataival fantasztikusan tud díszíteni. Nagyon szép ugye akkor, ilyenkor a levele, ugye a friss hajtások, ugye azok ugye különösen nagyon-nagyon szépek. A régieket szépen el lehet távolítani folyamatosan, ahogy öregszik el a növény. És gyakorlatilag az ősz folyamán pedig, ugye amikor egy picikét így a fagy megcsípja, akkor nagyon szépen ilyen bordós színesek lesznek, tehát igazából egy rendkívül igénytelen növény, ismert növény, mindenki ismeri, mindenki találkozott vele. Kérem szépen, a bergéniát mind a mai napig lehet ültetni, lehet használni, egy fantasztikusan szárazságtűrő növény, tehát kiválóan lehet olyan évelőként ültetni kertekben, ahol mondjuk nincsen öntözőrendszer, vagy nem is szeretnénk, vagy éppen mondjuk tényleg egy temetőbe, vagy egy társasházi kertbe, ahol ami nem egy intenzív kert, ahol nem tudunk naponta ott lenni. A bergéniát kérem szépen a beültetés után egy hónapon keresztül rendszeresen öntözzük, akkor utána megkapaszkodik, és lényegében évekig vagy évtizedekig csodálatosan tud díszíteni. Nagyon jól alkalmazható ilyen kis emeltárgyások, ilyen kis ráfolyós sarkok, mint ahogy itt látszik, egy pár szikla itt össze lett tolva, és mennyire gyönyörűen eltakarja ezeket az épített elemeket, és gyönyörűen szinte ilyen természetszerű hatás kelt a mi épített kertünkben.